Kedves nézőink, a következőkben a Bródy Imre Gimnázium ballagási ünnepségéről láthatnak egy összeállítást. Tényleg sok percentire vagyunk a semmitől ide, milliárd fény év a mindenség, innen is látszik milyen szép. Magyarázz, érezze rajtad meg, hogy neki te leszel az az egy. S nem is hozol egy csillagot, sokról mutatod meg, hol ragyog. Aztán gyerekkel nő a háj, hullámos a panontáj. Keljen más is, váljál el, lesz majd az ágyadban. Hát én idáig tudom a történetet, hát én idáig tudom a történetet. Nézd a sirály, milyen ostoba, nincs ott víz, ahová repül. Én maradtam, pedig volt hova menni, de az ágyon egyedül ülök. Csak pár centire vagyunk a semmitől, de milliárd fény év a mindenség, innen is látszik milyen szív. Magyarázz, érezze rajtam, hogy neki te leszel az üzen. Nem is hozol egy csillagot, sokról mutatom meg, hogy idáig tudom a történetet, hát én idáig tudom a te történetet. Tisztelt ünneplő közönség! Szeretettel köszöntöm intézményünk 58. ballagási ünnepén megjelent végzős tanulóinkat, szüleiket, hozzátartozóikat, meghívott vendégeinket, kollégáimat. Kérem, hallgassák meg e jeles esemény kapcsán ide kívánkozó gondolataimat. Kedves ballagó diákok! Egyszer véget ér a lázas ifjúság, ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Csengnek fülünkbe Máté Péter sorai. Igen, ti is most döbbentek rá, egy korszak véget ért számotokra. Tegnap elhagytátok az általatok éveken át birtokolt tantermeket. Emlékezetetekben felvillannak az első avatótok képei, ahol kiderült számotokra, hogy a nagyobbak által kitalált feladatok nem is teljesíthetetlenek. Senkinek sem kell a rendezvényt követően kék-zöld foltokkal hazaindulnia. Visszagondoltok az osztálykirándulásokra, a közös bulikra, sportrendezvényekre, Bródy napokra, a közelmúltban lezajlott szalagavat ünnepére, s az azt követő Bródy bálra. Sokan emlékeznek még közületek az itteni barátságok kezdetére, az első szerelmekre, a véletlenül kitört ablakokra, és még sok felejthetetlen élményre. A legtöbb emlék azonban az iskolapadban töltött rengeteg tanórához kötődik. Egy fontos dolgozat izgalmaihoz, egy egész órás feleltetés gyötrelmeihez, egy-egy elszóláshoz, és sorolhatnánk még az emlékeket napestig. Elmúlt évek során egyre többet hallottatok a közelgő közép és emelt szintű érettségi vizsgákról, a sikeres felvételéhez szükséges minimálisan megszerzendő pontokról, a többletpontok lehetőségéről. És a jövő héttől mindez már valóság. Vallom, hogy a középiskolás évek végén a legszélesebb körül az ember tudása. Ekkor a többség még jól tájékozódik a földrajzi térképeken, fejből idézi a világ és magyar irodalom nagyjait, kapásból vágja a nándorfehérvári diadal időpontját, tudja, hogy a kullancs egy hírhet pókszabású, és a másodfokú egyenlettel is kitűnően megbirkózik. Természetes élettani folyamat, hogy ebből a hatalmas tudásanyagból mindenki rengeteget felejt a jövőben, hisz jóval speciálisabb ismereteket szerezve az új információk szükségszerűen kiszorítják a régit. Tanítsd meg a gyermekeidet gondolkodni, tapasztalatokat értékelni, és veled ellenkezni, írja korunk egyik kiemelkedő tudósa, Richard Dawkins. Kollégáimmal mi is arra törekedtünk középiskolás éveitek alatt, hogy kialakítsuk bennetek a logikus gondolkodás és kritikus érvelés képességét, és egyben azt, hogy ne fogadjátok el a rátok zúduló információkat azonnal, ütköztessétek magatokban a mellettük és ellenük szóló érveket. Ellenkezni pedig nélkülünk is nagyon jól tudtatok. Néha pedagógiai arzenálunk teljes fegyvertárát felvonultattuk, mire sikerült egy jó ügynek megnyerni titeket. Úgy gondoljuk,
sokatokban kialakítottuk a folyamatos önképzés igényét. Használható tudást, az életben való eligazódáshoz megfelelő iránytűt szerettünk volna átadni nektek. Ennek jegyében különösen az idegen nyelvi képzést erősítettük, hogy végzett diákjaink idegen nyelvi környezetben is otthonosan mozoghassanak külföldi utazásaikkor, illetve majdani munkavállalásukkor. Nagy súlyt helyeztünk az informatika képzésre is. A kor kihívásainak megfelelve iskolánkban is egyre nagyobb teret hódít a multimédiás eszközök használata, a digitális tananyagtartalmak tanórai alkalmazása. Sokak szerint ezeket az eszközöket még felhasználói szinten sem alkalmazók a 21. század analfabétái lesznek. Természetesen más területeken is igyekeztünk alapos felkészítést nyújtani nektek. Ha nem is értettétek mindennek az okát, remélem mára megértettétek, hogy az időnként az órarendbe pluszként becsempészett töri órák, a néha idegtépőnek tűnő verselemzések, a gyakran kissé elnyúló emelt szintű BIOS foglalkozások mind a ti érdeketekben történtek. Sokrétű felkészítésetek eredményességét jelzi a közel 50 nyelvvizsga bizonyítvány és számos megyei tanulmányi versenyeredmény is. A sportban is több kiemelkedő csapat teljesítményhez járultatok hozzá. Kis Fruzsina az 5.-6. korcsoportos amatőr kosárlabda csapattal és az B33-as egységgel is országos diákolimpiai első, Kis Vivien, Jőgér Fanni és Horváth Réka az amatőr kosár diákolimpiai döntőjében egy másik évben második helyezést ért el. A Coca-Cola labdarúgó tornán aranyérmet szerző csapat aktív tagja volt Cili András. Gratulálunk sikereitekhez! A színvonalas oktatás biztosítása mellett szüleitekkel együttműködve másik fő feladatunk céltudatos nevelésetek volt. Viselkedésünkkel, zavaros értékrendű világunkban is mindvégig törekedtünk jó példát mutatni nektek, és időtálló értékekre, humánumra, mások megbecsülésére, hazaszeretetre ráirányítani figyelmeteket. A későbbiekben derül ki, hogy e tevékenységünk sikeres volt-e. Kedves végzősök! Ma a modern digitális kép- és hangrögzítő technikákkal könnyű megőrizni a ballagás emelkedett pillanatait. Az itt készített filmek a jövőben bármikor megtekinthetők lesznek. De a közösen átélt események, az együtt eltöltött évek emlékei csak a ti kollektív emlékezetetekben élnek tovább. Következő évek során dől el, hogy az itt kialakult közösségek mennyire tartósak, szívesen találkoztok-e majd 10-20 év múlva is, keresitek-e egymást az idő múlásával, vagy az itt létrejött kapcsolatok hamar felbomlanak. Nem tudni. Kedves érettségiző fiatalok! A jövő héttől 88-an mérettettek meg a kétszintű érettségi vizsgarendszerben a kötelező és választható vizsgatárgyakból közép vagy emelt szinten. Kollégáimmal együtt úgy gondoljuk, jól felkészültetek a jelentős próbatételre. Biztatlak titeket! Nyugodtan vizsgázzatok, higgyetek magatokban, megszerzett tudásotokban. Az érettségit követően sokan valamilyen alapszakon folytatjátok tanulmányaitokat, ki mérnöknek, ki orvosnak tanul majd, egyesek szakmát választanak, mások rögtön munkát vállalnak. Biztosan lesznek köztetek olyanok, akik nem találják meg elsőre a nekik tetsző irányt, de a céljukat igazán elérni akaróknak adott a lehetőség az esetleges váltásra, pályamódosításra is. Törekedjetek többféle tudás megszerzésére. Folytassátok tovább idegen nyelvi tanulmányaitokat, ne elégedjetek meg a középszerűséggel. Küri szavaival élve, hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk. Mindig újat, többet akarjatok tudni a mához viszonyítva. Hosszú lesz az út a remélt képesítés megszerzéséig, de bizton megéri. Ne keseredjetek el, ha valamit nem sikerül azonnal teljesíteni, és néha már reménytelennek tűnik a cél elérése. Higgyétek el, a rövid távon esetleg kisebb anyagi jómódot biztosító, de minden nap örömet okozó munka fontosabb, mint a gazdagság megszerzése. Leéljétek örömötöket majdani munkátokban. Azt tanácsolom, ne a felszínes, üres barátságokat keressétek, becsüljétek meg igaz barátaitokat, bízzatok a másikban. Ne csak mindig kapni akarjatok, adni sokkal felemelőbb. Ugyanezt javaslom kialakult, vagy jövőben kialakuló párkapcsolataitokra vonatkozóan is. Sok figyelmet fordítsatok párotokra, legyetek megértők vele.
Fogadjátok el, hogy ő is tévedhet. És ismerjétek el, ha ti tévedtek. Csak így érdemes hosszú távú kapcsolatot kialakítani, és közösen készülni a családi életre.